Pécel polgármestere volt Pál Attila vendége Zóna című műsorunkban. Szőlősi Ferenc Attilát most nem mint polgármester, hanem a sokoldalúságát szeretnénk előtérbe helyezni. Kedves nézőink, ez itt a Zóna. Mai vendégem Szőlősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere, de már is le is zárhattam ezt a mondatot, hiszen most nem polgármesterként vagyok kíváncsi a polgármester úrra, hanem egy kicsit szeretnénk beszélgetni, mégpedig arról, hogy honnan is vezetett az út Pécel polgármesterségéhez. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a Williams TV valamennyi nézőjét. Az út. Mennyire kezdjem visszafelé az időben? Visszamehetünk, mert egyébként azért bevallom a nézőknek, hogy nem volt könnyű feladat felkészülni, úgyhogy ismerem már régóta Attilát, egyébként tegeződünk is, de én most nagyon hivatalosan magázódva kezdtem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hosszabb műsoridő kellene, de vannak olyan mozzanatok, amikről mindenképp szeretnék, hogy beszélj, Atti. Egészen röviden összefoglalva a korai időszakot, 57-ben születtem Székesfehérváron, 62-ben költöztünk fel Budapestre, Rákos Csabára, Pécel irányába, az utolsó utcába, és mivel Rákoskeresztúr messze volt, mint Pécel, én gyakorlatilag a gyerekkoromat a pécseli csibészek között éltem le. Csodálatos gyerekkorom volt egyébként. A rét, az erdő, a mező, tehát abban az időben nekünk még tévénk sem volt, tehát azért mi megtanultuk elfoglalni magunkat, és elborzadva látom egyébként a mostani fiatalságot, és elképzelésem nincs, hogy... Erre gondolsz? Igen, abszolút, abszolút. Tehát én, de ennek én magam is okozója vagyok, ugye informatikusként dolgoztam elég hosszú időn keresztül, de a saját családom is időnként megriaszt, amikor négy helyen ülünk, és minden négyünknek a kezében egy ilyen eszköz, ahelyett, hogy örülnénk egymásnak, és kitalálnánk valami olyan közös elfoglaltságot, ami a családi életet, meg a szeretetet egy kicsit közelebb viszi. A szeretettel közelebb viszik egymáshoz a családtagokat. Szóval viszonylag nehéz gyerekkorom volt erre. Régebben ezt mondták, egy 13 éves koromtól kezdődően már teljesen önálló voltam. Hát az okokat itt azt nagyon nem annyira belügy, hogy ezeket úgy nagyon nem szeretném. De azt mindenképpen elárulhatjuk, hogy te egy nagy családból származol. Viszonylag nagy család, igen. Hatan vagyunk testvérek, és így ez egy elég nagy család. Elég szertágazó család. És hát ugye, amikor én nagyon rossz tanuló voltam gyereknek. Én talán elborzasztásképpen szoktam mindig mutatni a most a gyerekeimnek, hogy 7. osztályban 137 óra igazolatlan mulasztás. Szerintem csak azért engedtek tovább, mert már szabadulni akartak tőlem. Ugye abban az időben szóba se jöhetett az, hogy tovább tanuljak. Egyrészt a tanulmányi eredményem miatt, másrészt meg azért, mert nagyon-nagyon zilált családi körülmények között éltem. Így a vágyam az volt, hogy én szakács legyek. Azóta is imádok főzni, de figyelmetlenül rosszul töltöttem ki a jelentkezési lapot, és ugye két szakmát kellett abban az időben megjelölni. Én megjelöltem az autóbútor, kárpitos és díszítőt, és megjelöltem a szakácsot is. És pekemre felvettek az első iskolába, úgyhogy én a MÜM 36-os szakmunkásképzővel ilyen emelt szinten végeztem el a szakmunkásképzőt. A vizsgák után talán valamivel több mint egy évig a Hungarokamionban dolgoztam kárpitosként, de már a szakmunkásképzés alatt elvették a kedvem a szakmától, mert én azt gondoltam, hogy gyönyörű bútorokat fogok majd ott gyártani. Ehelyett 2,5 éven keresztül a honvédségnek matracot varrattak velünk. Tehát ez volt a szakmunkásképzés akkor. Úgyhogy igazából nem is tartom magam alapvetően ilyen szempontból szakmunkásnak, bár rengeteg ajtót kárpitoztunk minisztériumoknak, meg ilyeneknek, az jó volt, mert mentünk szerte a világba, de valahogy ezt nem éreztem igazán magaménak. Ugye emellett akkoriban már kőkeményen sportoltam. Ugye először gyors tüzelőpisztolyjal versenyszerűen lőttem, én a BKV KLK-ba jártam lőni, aztán utána elkezdtem a karatét, azt 13 éven keresztül űztem jó eredménnyel, mert 52 kiló voltam, tehát egy a tornasorban is a végén jártam mindig,
és egy nagyon gyors, meg viszonylag erős kisgyerek voltam, és ezt 13 éven keresztül üztem, majd utána 4 év Síráján a kungfuval próbálkoztunk, ez az akrobatikus kungfu, ez a menekülő kobra táncának nevezett. Aztán utána elhelyezkedtem a metrónál, ott végigjártam a ranglétrát, legjobban azt tetszett, amikor az atomtámadásra kellett figyelnem, az volt a dolgom, azt vártuk, hogy mikor jelentik be az atomtámadást, és akkor teljes elzárkózás, meg egyébként. És maradt ebből valami? Tehát most akkor, hogyha így a kedves nézőknek tippet adhatnánk, hogy Attila mit kéne tenni, hogyha ilyen ne adj Isten. Minél közelebb kell venni, többet úgysem látnánk ilyet. Szerintem. Ez az egyetlen megoldás. Tehát, hogy a metronál dolgoztam, ott nagyon jó volt dolgozni. Nagyon fiatal gárda volt, ugye hasonszörűekből állt az egész metró, és akkor még sik volt metrónak lenni. Ugye még akkor kezdődött talán a BKV-val történő összevonása, meg zöld egyenruhánk volt, meg egy mondjuk úgy, hogy elitet képviselt. Ez egy külön ágazat volt. Ugye? Abszolút. Abszolút. És ott dolgoztam, és akkor az ottani bizberesekkel egyszer kitaláltuk azt, hogy először alakítunk egy GMK, KKT, majd KFT, és elkezdtünk először fővonali telefonhálózatot építeni. Akkoriban volt Budapesten ugye az ikresítések megszüntetése. Hogy működött egy ikertelefon már itt? Érdekes dolog, mert majd az ikresítés megszüntetésével egy időben kezdett el, ugye még ez a Benefon, meg ez a rádiótelefon rendszer valahogy beszivárogni a hazánkba. De én pontosan emlékszem, hogy talán az első Siemens ilyen nagy hordozható táskás rádiótelefonom volt, és azzal mekkorákat tudtam vagizni, meg hogy megjátszottam az agyamat, amikor a metrón ülve tudtam telefonálni, hát ez egy csoda volt annak idején. Na mindegy, tehát ezzel kezdtük, hogy végig dolgoztuk egész Budapestet, ugye telefonhálózatokat építettünk, nagy elosztókban dolgoztunk, telefonközpontokat kötöttünk, és úgy valahogy ugye ez az egész nagyon megtetszett. De közben ugye én beiratkoztam a Kvasai Vasútépítő Technikumba, de nem tudtam leérettségizni, mert nem kaptam halasztást a honvédségtől, mert akkoriban még az volt a szokás, hogyha a 23. életév betöltéséig nem visznek el, akkor utána már nem vihettek volna. Én pont a 23. születésnapomon vonultam be katonának, tehát nem tudtam leérettségizni, ugye 2 évet voltam katona, itt a honni légvédelemnél voltam, és akkor mikor a honvédségnek vége lett, valahogy úgy elment a kedvem a sínkrampácsolástól, mert én pályamesternek készültem, akkor még nagyon a metróban láttam a jövőmet, és akkor azt úgy el is felejtettem, aztán beiratkoztam a Kafka gimnáziumba, ott 3,5 évet jártam, és hát ott egy fegyelmi vétség miatt nem kirúgtak, csak mondták, hogy talán jobb lenne, hogyha megválnánk egymástól, de ez úgy közben, szerettem tanulni abban az időben, már nem úgy, mint fiatalkoromban, és de közben folytatok ezt a munkát, és egyszer csak kaptunk az IBM-től egy felkérést, akkoriban ugye régen az informatikai hálózatok, először volt az ARPANET, aztán az Ethernet, de mind a kettő sínjellegű hálózat volt, meghatározott számú gépet lehetett egyszer vezetékre felfűzni, és akkor bejött Amerikából már a pont-pont kapcsolat, ugye 8 megabites sávszélességgel, ez a cabling systemnek nevezett megoldás, és ez egy csoda volt. És elkezdtünk nagyvállalatoknál ilyeneket építeni, az IBM megbízásából, Transelectro, Monimpex, először a nagyvállalatok, és olyan jól csináltuk, hogy egészen rövid idő alatt kizárólagos kivitelezői lettünk az IBM-nek. Most akkor úgy keveredtem a határőrség közelébe, hogy a 1990-ben az amerikai kormány finanszírozásával a teljes határőrizeti rendszert az én cégem építette ki konkrétan. Tehát a Magyarország összes határátkelőjét. Építettünk a vámosoknak rendszert, és építettünk a határőröknek is rendszert. És akkor már úgy szükségét éreztem annak, hogy egy kicsit többet kellene erről tudni. Ugye akkor 2 évet egy informatikai iskolában elvégeztem. Aztán ugye 13 tulajdonosa volt ennek a cégnek, a nagy cégek közé tartoztunk. Bevétel szinten és az elvégzett munkák szintjén is, tehát a Siemens-szel voltunk állandó kapcsolatban, nekik is kivitelezői voltunk, és így szépen felfejlődtünk.
de tényleg egy, én szerintem nagyon profi cég volt. Csak egy példát hadd említsek, hogy pont a Transelektróba esett meg, hogy ugye akkoriban nem volt szokás porszívós fúrógépekkel falat fúrni, hát mi hálózatot építettünk, és beruhan másnap egy munkavégzést követő reggel ugye a épület gondok, és mondja, semmit nem csináltatok, és direkt így átbögdöstük így a falat végig, mert csak már csak a tapéta volt. Egyik oldalról furtunk, másik oldalról ott maradt a tapéta, és mondták, hogy semmi nyoma nem volt a munkánknak. Tehát kerestek is minket, nagyon jó munkákat végeztünk. Ugye a határőrség az állandó munkát adott, a legnagyobb szívfájdalmam az volt, hogy amit 90-től kezdően megépítettük, ez 2006-ban karácsony és szilveszter között mi bontottuk el, ugye, amikor a határőrség-rendőrség összevonása megtörtént. Aztán utána a rendőrséggel is tovább folytattuk ezt a munkát, külső határos védelmet, rádiós rendszer üzemeltetéseket, meg egyebeket végeztünk. Ez egy szerteágazó és egy óriási ismerettséget eredményező munka volt. Ugye, hogyha már itt tartunk, azért ne feledkezzünk meg arról, hogy te tulajdonképpen elég sok mindent csinálsz. Hány szervezetnek vagy úgy nagyjából? Mert én fejből nem biztos, hogy tudnám, így ahogy elolvastam. Hát ugye, a fontosabbakat azért említsük meg a nézőknek. A Magyar Újságírók Szövetségének, a Magyar Szóvivők Szövetségének, a Europolnak, az IPA-nak, a Máltai Lovagrendnek vagyok, a Pest megyei lovagparancsnoka, tagja vagyok a Szent Lázár Lovagrendnek, ezek ugye mind ilyen nem segélyszervezetek, de elsősorban a segítséget nyújtó szervezetekként tartják nyilván őket. Nem olyan régen, talán egy hónappal jött meg az értesítés, hogy sikerült bekerülni az Európai Települések Biztonsági Szövetségébe, de település szinten is, és így azt gondolom, hogy meg tudjuk tartani ezt a vezető pozíciót, és Magyarországon mi képviseljük majd ezt a szervezetet. Gyakorlatilag én valamilyen szinten rendmániás vagyok. Úgy is élem az életemet jelen pillanatban is. Tehát én azt gondolom, hogy ma a bármelyik normálisan gondolkodó polgármester, vagy ebben a hasonló státuszban dolgozó ember a legkevesebbet engedheti meg magának. Én nem tehetem meg, hogy tilosba parkolok, én nem tehetem meg, hogy balra kanyarodok, mert ugye makarenkói mondat nevelni csak személyes példaadással lehet, ha én megtehetem, akkor mindenki megteheti. Igen, ez egy jó gondolat, amit mondasz, mert sokszor én is azt gondolom, hogy ha mi felnőttek például átmegyünk a piros lámpán, és utána pedig beállunk mondjuk egy iskolai előadóba, és azt mondjuk, hogy hát ne menjetek át, akkor ezt többször látjuk a hétköznapokban, milyen jó példát mutatunk mi felnőttek. Ugye a karrierrel azért most, amennyi időnk engedte, végig rohantunk, viszont egy picit beszélünk arról, hogy kerültél egyébként Pécelre, mert ugye én tudom, de azért tőled akarom tudni, és egy picit mesél a családról, amit ugye itt televízió enged így magunk közt. Anélkül, hogy itt ezt nagyon reklámozni szeretném, negyedik feleségem van. Kiállhatatlan vagyok. Nem így van, hanem valahogy ezt így hozta az élet. Békés elválásaim voltak. Ugye van egy nagylányom, ő 40 éves. Most május 27-én tölti a 40-et, illetve ez az első házasságomból, utána volt kettő, ahol nem volt közös gyerek, én majd most az utolsó, ami most már idestova 17 éve tart, itt van egy 15 éves kislányunk, meg egy 10 éves fiunk, és most szeretnénk még egy kis babát, mert nagyon hiányzik a kicsi gyerek a háznál. Csodálatos családi életet élünk egyébként. Tehát olyan mértékben van jelen a szeretet. Vélhetően, hogy azért őrzöm ilyen féltékenyen, és azért értékelem ennyire, mert ugye kisgyerekként nagyon áhítottam, de soha nem volt benne részem. Illetve vannak emlékeim még egészen ilyen 8-9 éves koromról, még vannak kedves szép emlékeim, de utána már nincsenek. Azért egy informatikus nem biztos, hogy számomra egyből azt jelenteni, hogy az irodalom fele mozdul és publikál novellákat ír. Hogy jött ez és mikor? Mert ugye ezt tudjuk, azért önök is szerencsére a mi televíziónkban is láthatták Attilát többször. Tehát mikor fogalmazódott meg benned, hogy egyfelől te magad is művelnéd a kultúrát, nem csak fogyasztod? Ez egy érdekes dolog. Nem voltam még általános iskolás, amikor olvasni már tudtam. És végig a tanulmányaim során én nagyon humán beállítottságú voltam. Az exakt tudományok nagyon nem vonzottak, de a humán az nagyon jelen volt az életemben. Ilyen 7-8 éves koromban már 10-esével hordtam az Rinyi utcai könyvtárból haza a könyvet, mert 3 nem volt elég. Ugye hetente mentünk, és ez nagyon kevés volt. Nem dicsekvésképpen mondom, de
8 évesen olvastam Cronintól, mit tudom, a Résztábla kapu alatt, Mennyország kulcsa, Dreiser-től az Amerikai tragédia, Drüontól az Elátkozott királyuk. Tehát ilyen nehéz társadalmi regények voltak azok, amik úgy megragadták inkább a figyelmemet. És mi gyerekeknek szoktam általában elmondani, hogy elég zűrös életem volt. És ugye a zűrös életet élők, azok úgy penge élen táncolnak, a jó és a rossz határvonalán próbálják a dolgaikat általában szervezni, és az, hogy mindig a jó oldalon sikerült maradni, ezt egyedül a könyveknek köszönhetem. Mert ha elolvasunk egy könyvet, és ebben egy író által leírt valami eszmeiséget felfedezünk, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez az igazság, ez az írónak az igazsága. De amikor ugyanabban a témában 200 ilyet olvasunk, és mindegyiknek ugyanaz a végkövetkeztetése, meg kell értenünk, hogy vannak alap és örök igazságok. És hogyha az emberben ez gyökeret ver, akkor ettől nagyon nehéz eltérni. Ez most is segít, mert... Abszolút. Mert ugye most az jutott eszembe, hogy egy üzleti életben, ahogy mondtad, biztos, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nehéz döntéseket kellett hozni, vagy akár bármilyen döntés kellett, és akkor ez egy itiner volt neked, hogy... Abszolút, abszolút. Mérhetetlen módon eltántorított bármilyen politikai vonatkozástól. Mi végigolvastam ugye a rengeteg történelemkönyvet, láttam, hogy hogy született meg a fasizmus, de akár vissza is mehetünk az időben, tehát én nem vagyok egy pártember, és nem is nagyon, kicsit úgy vagyok a párttal, mint a vallással. Megvan a hitem. Én elhiszem, tehát hiszek Istenben, de azt nem gondolom, hogy a vallások most ezt a célt szolgálják. Tehát emberek kis csoportjainak a manipulálására való, vagy akár nagy csoportok manipulálására való bármilyen. És óriási segítséget nyújtott ennek a felismerésében és az ettől való távolmaradásban a könyv, az olvasás. Olvasás, és akkor mikor jött, hogy Attila azt gondolta, hogy igen, hogy én szeretnék valamit? Ez nagyon korán kezdődött, a 70-es években novellákat írtam. Aztán 2000-ben megjelent egy 2001 évi antológiában egy csomó versem, és most mesét írok például, és hogyha összehasonlítom a három tevékenység közül, ez a mostani tetszik legjobban. Mert pont azt a korosztályt érinti meg. A mese címe egyébként az lesz, hogy Manó mese, nem csak felnőtteknek. Amit így az élettapasztalatom során összeszedtem, most nem bölcsességnek nevezem, mert igazából minden embernek megvan a saját maga bölcsessége, de az élet alapigazságai, ezeket próbálom valahogy interpretálni ebben a mesében, ami egy érdekes dolgot fog eredményezni. Nagyjából a felével készültem el eddig, és egy megtörtént történet. Az alapja a kisfiam és az én kapcsolatom eredménye lesz ez a könyv. És lehet valamit spoilerezni, hogy egyébként milyen része, mi lesz az a, ami mindenképp erről a meséről érdemes tudni, tehát hogy amit esetleg fölkelthetjük a nézők. Tehát ilyen alapkérdések vannak, ugye több momentum van, egészen zanzásítva az alaptörténet az, hogy amikor 4 éves volt a gyerek, 4, együtt fürödtünk, és a fürdőkád néhány nappal a 4. születésnapja előtt, és feltettem neki a kérdést, hogy mit szeretne születésnapjára, és kértem, hogy ne olyat mondjon, amikor elmegyünk a boltba és megveszünk, hanem olyat, amit úgy igazán kigondol. És döbbenetes volt egyébként az eredménye, mert a gyerek elgondolkodott. És aztán azt mondta, hogy ő szeretne egy minden ládát nyitó titokzatos varázskulcsot. Ez az alap. És ott a fürdőkádban ebből egy 4 órás mese kerekedett, mert elkezdtem neki mesélni, majd ennek a mesének volt később folytatása is, és e körül. És ugye már sikerült beleszűnöm azt, hogy én ugye barlangászkodtam, és akkor amikor az Aktelek Kicsákő barlangban ott a köveket hordtuk ki épp egy feltárt járatból, akkor találkoztam Tóbiás Manóval, mert hogy előtte született meg a kisfiam, és akkor minden apuka, akinek kisfia születik, az kap egy manót, hogy a kis pici ügyes kezeivel a kisfia különös kívánságait segítsen előállítani, illetve a manó képes arra, hogy magát a varázslatot belevigye abba a tárgyba, mert ugye én nem tudok varázskulcsot gyártani, ehhez már mindenképpen kell a manó. És akkor ennek van még egy vonulata, ugye, hogy annak a megmagyarázása, hogy nekem is rá kellett jönnöm arra, hogy el kellett gondolkodnom, hogy miért ezt kéri tőlem a gyerek. És rájöttem arra, hogy legalábbis magyarázatként ezt fogom majd feltüntetni, hogy minden egyes láda a szülők lelkének egy darabja, és a gyerek keresi a kulcsot hozzá. Tehát
remélem, hogy hamarosan láthatják, ha már itt tartunk. Ugye te, ezt sokan tudhatják innen a televíziónkból is, meg akik Pécelen élnek, most 2010 óta polgármester vagy. Mennyire tudják a péceliek azt, hogy milyen úgymond civil életed van, akár a költészetről, irodalomról, hobbiaidról, sportról, hogy ez mennyire nyilvános akár? Hát nézd, van egy, mindig nem szabad levecsülni az embereket, tehát mindig azt gondoljuk, hogy keveset tudnak rólunk. Aztán később kiderül mindig, hogy sokkal többet, mint amennyit mi gondoltunk. Mégis azt gondolom, hogy van egy szűk közösség, a körülöttem lévő emberek, néhány száz ember, aki tökéletesen tisztában van vele, a nagy többség az nem tudja, de a nagy többség azt sem tudja, hogy a harmadik szomszédja mivel foglalkozik. Egy ilyen világot élünk. Én a legfőbb küldetésemnek egyébként azt tartom, hogy ezeket a közösségeket kicsit közelebb hozni egymáshoz. Nekem csak még egy rövid dolog, hogy a nagyszüleim Marcalitól egy pár kilométerre egy Kelevíz nevű kis településen laktak, és ott ugye még a vonat sem állt meg. Meszternyőn megállt a vonat, én átgyalogoltam Meszternyőről ugye a két falu között, mindig náluk töltöttem a nyarakat, és nekem baromira tetszett az, hogy a kis öregek kint ültek a falu szélén, és amikor mentem végig, minden a kapuba megállítottak, és megkérdezték, hogy te kifia vagy kisfiam. És akkor én mondtam, hogy a Szőlősi Ferkóé, aki buszvezető Budapesten, és akkor így, ők meg egymás között meg is beszélték, ja tudod, a Nanicának a fia, aki fölköltözött. Tehát nem feltétlenül egy ilyen mélységig elmenő, de én valahogy azt gondolnám, hogy mindenkinek könnyebb lenne, ha egy pici figyelmet fordítana a szomszédjára, egy picit észrevenni, ha valami baja van, egyszerűsíteni az életünket. Ez nagyon jó, és ugye ettől féltem, ezt a nézőknek is mondom, hogy kb. Így fog elmenni a műsoridőnk, hogyha már itt tartunk, egy akkora méretű város, mint Pécel, ugye 16 ezeren lakják nagyjából, mennyire nevelhető, hogyha ilyen szót lehet használni, de ugye te azért elég sok előadást tartasz, úgyhogy akár pedagógiai ismereteket is megelőlegezhető neked. Tehát mennyire lehet jó példát mutatni, hogy Magyarországon ez az atomizálódott lét egy picit javuljon szerinted? Szerintem maximálisan egyetlen egy varázslata van ennek, soha nem szabad feladni. Ez az egyetlen dolog. Érnek, ugye sikertelenségek ugyanúgy érnek, de emellett ott vannak a sikerek is, és nem szabad globálisan gondolkodni. Meg kell találni azokat a kis csoportokat, akik majd tovább viszik ezt a magot. Másképp nem működőképes. Ez lenne a végszó, de mégsem ezzel búcsúzunk, hanem azt kérném tőled, hogy mielőtt így elengedünk, és azt kell mondanom önöknek, hogy ezt a beszélgetést valószínűleg folytatnunk kell majd, de arra kérnélek, hogy ugye most ilyen meglepetésként éri majd az Attilát, hogy mondj egy olyan is rövid verset, ami most azt gondolod, hogy itt 2017-ben egy üzenet lehet akár a nézőknek. Saját verset? Saját verset. Ugye megszavazták, azt mondták, hogy igen. Köszönöm szépen. Hát az én kedvencem egy egészen rövidke kis vers, mert ennek jó hangulata van. A verseimet azért nem a pozitívum. Ugye különböző típusú, én nem tartom magam költőnek, de mindig egy negatív katarzis volt eddig az életemben az, ami rávette arra, hogy verset írjak. Ez pont nem egy ilyen. Ennek a versnek a címe az, hogy Kolibri. Nyomaszt az emberi szavak korlátja. Azt mondani, hogy szeretlek, ez így olyan ostoba. Bárcsak őserdei madárka lehetnék, szivárványos tollköntöst magamra vehetnék, és minél több színben pompázna köntösöm, annál nagyobb lenne számodra az öröm. Reméljük, hogy önöknek is öröm volt minket végighallgatni. Attila, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én ígérem, akár a kollégák nevében, hogy hívni fogunk még. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. De mielőtt én is végleg azt mondom önöknek, hogy viszont hallásra, viszont látásra, elmondom gyorsan az elérhetőségünket. 0629352362, e-mail címünk williams@williams.hu. Nézzék műsorinkat a YouTube csatornánkon, és természetesen az interneten is elérhető weboldalunk, a williams.hu-n is visszanézhetők műsoraink, sőt élőben is követhetik. Ne feledjék, önök is a zónában vannak. Viszontlátásra! Viszontlátásra!